Sziasztok! Ez itt a második világháborús sorozatom 21. része, és a mai részben a japán birodalmat fogjuk legyőzni. És itt van Hongkongnál 10 000 fő, amiket küldjük Tajvánhoz, és a többi katonát is küldjük ide, és itt Mandzsúria területén lesznek nagy harcok, úgyhogy ide sok katonát kell küldeni, és ezt máshol, és ugye más kontinensekről érdemes. Most már ellenem is lázadnak Egyiptom területén, mert ugye asszimilálni kell, azt elfelejtettem. Majd összegyűjtöm a katonákat, és onnanból így nagyobb csapatot küldenük. És egy lesz szerintem valahol itt egy nagy sereg, amivel Kórába, egyenesen Kórába bejutunk, és elfognak, és utána egész literővel megtámadhatjuk a japán szigetet is. És itt van még Dél-Afrika területén egy nagy hadsereg, amivel szerintem innen fogunk támadni. Így ide még várakat is építek. Láthassuk az ellenség katonáit. Bár most a japánokkal nagyon jóban vagyunk. Úgyhogy ha elfogadnak, hogy egy personál uniót hozzunk létre, akkor lehet, hogy nem is kellene harcolnunk velük, de sajnos muszáj lesz megküzdenünk velük, ugyanis nem hajlandóak létrehozni velünk egy uniót, úgy ezzel nem tehetünk most semmit. És itt azért le kéne verni a lázadásokat, hogy ide küldök jó pár katonát, és itt most már össze is gyűjthetjük a hadseregeinket. És még úgy emlékszem, hogy itt Dél-Amerikában is volt már nagyobb hadseregem itt. Amikkel szerintem ide fognak jönni. Ez egy eléggé hosszú út. Na, sikeresen levertük az itteni lázadókat is. Úgyhogy most már semmi sem állított meg minket abban, hogy megindíthassuk a támadást. Kivéve egy újabb lázadás, úgyhogy szerintem ilyen kisebb csapatokat azért hátrahagyunk. És ilyen nagyon kis csapatokkal küzdünk. Többit viszont már szerintem küldhetjük is a japánok ellen. Na így. De egymás után törnek ki Afrikánál a lázadások, úgyhogy valamit most már muszáj lesz tennünk. Nem lett volna szabad ilyen sokáig
asszimiláció nélkül hagyni ezeket a területeket. Nem baj, addig ide is küldünk nagyobb hadseregeket. Na, úgy tűnik, hogy most már az asszimiláció az sikeres lesz, úgyhogy az utolsó hadsereget is elküldhetjük ide. Na és most már csak 7 ország van, és a Brit-Indiával egészen jóban vagyunk, én most a legtöbb országgal a háborúban van, úgyhogy hamarosan eljutunk arra, hogy már csak 3 nagy ország lesz, bár hamarosan Japánt le fogjuk tudni győzni, úgyhogy már csak a Brit-India fog hátra maradni. Na, azt hiszem eljött az idő arra, hogy támadjunk, még utoljára elküldjük az uniós kérelmet, de ezt elutasították, úgyhogy szerintem indíthatjuk a háborút. Először is itt kell győzelmet aratnunk. Na, és akkor megindíthatjuk így előre a hadseregeinket. És itt elég gyorsan el tudjuk ketté tudjuk vágni a japán birodalmat, hogyha itt győzedelmeskedünk. Az a jó ebben, hogy innen utána egyből tudunk kikötők segítségével menni a többi frontra segíteni. Ha így győzünk, akkor lényegében mindenhol győzedelmeskedni fogunk. Itt éjszakon eléggé jól haladunk, és itt is sikerült több területet megszereznünk. Na most már Tajvanon is elkezdhetjük megvédni a háborút, remélhetőleg gyorsan. Erről megfeledkeztem, úgyhogy ők támadtak először. Indítunk egy sereget, mivel elfoglaljuk az itteni szigetüket. És most már szerintem itt gyorsan építsünk is kikötőkből rengeteget. Na, bevárjuk ezt a sereget, közben a többivel támadunk. És itt sikeresen már majdhogy nem teljesen körbevettük az egyik területünket, úgyhogy az valószínűleg gyorsan a kezünkre fog kerülni. Na, és megpróbálhatunk szerintem néhány támadással, és akkor itt minden éjszakról megtámadni őket. Mert hamarosan megközelítjük majd
a kúrai félszigetet, úgyhogy küldjük is oda katonáinkat. És most már innen is indíthatjuk a seregeket. Na most szinte mindenhol győzedelmeskedtünk, viszont egy picit várjuk meg a katonáinkat. Itt azért támadhatunk. Északon azért el kéne jutni idáig. Ezzel a sereggel bevesszük ezt a szigetet. És hamarosan itt térről megközelítjük a japánokat. Na, szerintem fejnyám van, szálljunk partra. Itt most szemben állunk pár japán katonával, akiket azért le kéne győznünk. Na és Szeulban is szálljunk partra. Azt hiszem, hogy itt télen partra is szállhatunk. Mondjuk itt. Na és az elfoglalt területeken építsünk kikötőket, és akkor egyből megindulhatunk a japán sziget ellen is. Itt mindjárt győzedelmeskedni fogunk. Na, egy terület kivételével már megvan az összes. Most akkor már csak Dél-Korea maradt hátra. Meg még a japán sziget. Ide azért lehet, hogy több katonát kéne küldenünk, de ennyivel is megoldjuk. Na, itt eléggé előre törtünk, viszont egy 56 ezer fős japán sereg indult meg felénk, amit elég nehéz lenne visszaverni. Itt több nagy sereggel kell ezt megoldanunk. És pont ellenünk támad, és van még egy ezek a hatalmas seregükből. Úgyhogy hívjuk vissza az ideépült várunkba azt a hadsereget. Jött mégiscsak jobbak az esélyeink. És itt szálljunk partra, és ott egyből egy várat kéne építenünk. És itt meg is fogjuk várni. Csak egy döntő csatával legyőzhetjük a japánokat. Ott van 189 ezer. És nem, az még egy 18 ezer fős hadsereg. De azt sikeresen visszavertük. Még mindig ott áll a japán hadsereg, és megindították a támadást, és konkrétan az csak egy 11 ezer fős, csak egy 7000-es veszteséggel visszavertük. Nem tudom, hova tűnt a másik hadseregük. Áttűnt a másik oldalra, két 30 ezer fős sereggel kell szembenéznünk, ami viszont eléggé nagy veszteségekkel járhat.
még megerősíthetnénk azt az erődítményt. Hátha jobban kibírják az ostromot. Na, ezt egészen jól visszavertük. Az egyik 30 ezer fős hadsereg támadását. Na, úgyhogy éjszakon is egészen jól állunk. Innen megindítjuk a 13 ezer fős seregünket. Itt télen fognak partra szállni. Mondjuk most már szerintem megindíthatjuk majd a támadást a nagy 30 ezer fős japán hadsereg ellen, ugyanis most már nem hiszem, hogy nagy fenyegetés jelentene a mi hadseregünkhöz képest. De azt is visszavertük. Úgyhogy most már ez tényleg a mi győzelmünk. És remélhetőleg minden területet elvehetünk majd. Na, úgyhogy itt is szétszóródhat a hadseregünk. Na és az utolsó japán területek ellen indítjuk meg a támadást, hiszen most már csak pár sziget maradt hátra, amit nagyon gyorsan meg is szerzünk. Na és már csak pár szigetcsoport maradt a japán birodalomból, amit gyorsan el is foglalunk. Na és akkor az összes területet elfoglaljuk. Nekünk 151 ezer főnk veszett oda, míg a japánoknak 197.700, úgyhogy egy eléggé véres háború vagyunk túl, de hatalmas területet szereztünk meg ezzel. Úgyhogy ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a folytatásról sem. Sziasztok!